Hegedűs.hu cikkében az újságíró azt írta, hogy a képviselőnek itt 2018-ban mögöttünk lévő épületben több ingatlant is szerzett a cégén keresztül és családján keresztül. Mi fedi ebből a valóságot? Én elmondtam a legutóbbi közgyűlésen is, és ezúton is megerősíteném, hogy új képviselőként örömmel látom azt, hogy 100 nappal a választások után elkezdett érdeklődni a tevékenységem iránt az önkormányzati média. Most már láthatóan nem csak a városi újság, hanem a városi televízió is. Polgármester úr elmondta, hogy a szegedieket intenzíven érdekli az én esetleges vagyongyarapodásom. Én azonban úgy látom, hogy ez sokkal jobban a polgármester urat érdekli, úgyhogy én érdeklődéssel várom az önkormányzati média részéről, akár a polgármester Maldív-szigeteki bérlését, akár egyébként az ő ingatlan szerzéseinek a körülményeit. Ami viszont a saját életemmel kapcsolatban elmondható, ott kiemelném, hogy a említett újságcikkel kapcsolatban nem csupán polgári, azaz személyiségi jogi, hanem büntetőjogi eljárásokat is kezdeményeztem mind az újságíró, mind pedig a kiadó szerkesztősége irányába. Több ponton sántít, tendenciózusan félrevezető és kifejezetten manipulatív ez az írás, amely egyébként sajnos elsősorban nem rólam, hanem a családtagjaimról szól, akik családtagok semmilyen módon nem közszereplők, az én szüleim innen 400 kilométerre laknak, mélységesen felháborít nem csak engem, hanem az környezetemet is, meg rendkívül sok szegedit, az, hogy egyébként az önkormányzati pénzből fenntartott média, az M1 mélységébe és a karácsonyi interjú mélységébe süllyedve azzal foglalkozik, hogy egyébként megpróbál belekötni az egyik képviselőbe, ahelyett, hogy az érdemi munkáját venné górcső alá. Ez a feljelentés arra vonatkozik, hogy akkor az ott leírt adatok azok nem igazak? Tehát amit itt írtak, hogy a cég nevén van 3 ingatlan, 2 garázs, szülők nevén, feleség nevén, ezek akkor nem igazak? Én azt tudom önnek egy összefoglalóan elmondani, hogy több abban a cikkben a hamis állítás, mint ami igaz volna, ebből kifolyólag pedig csak a bíróság útján fogok én ebben az ügyben érdemben kommunikálni, viszont az a jó hírem van, hogy ez nem a szegedi bíróság lesz, ugyanakkor mind a büntető, mind a polgári peres eljárás, én azt gondolom, hogy heteken belül kezdetét veszi, ott minden az én esetleges vagyonomat vagy a családom dolgait érintő ügy nyilván szerepelni fog, mint ahogyan egyébként abban is bízom, és ezt ezúton bejelentem, hogy kezdeményezem, hogy valamennyi képviselő és a polgármester vonatkozásában is hasonló mélységben tárja fel a szegedi önkormányzat az érintett városatyák és városanyáknak a vagyoni helyzetét, beleértve a családtagokat is, hogyha egyenlő mércével mérünk, de én azt gondolom, hogy érdemesebb volna visszatérni a városügyeihez, a városi képviselők ügyei helyett. Ugye ebben a cikkben az is szerepelt, hogy a személyébb kártalanítás évében az ön cégéről a cég nyilvántartásból kimutatták, hogy meg 25-26 szorozta a bevételét. Ez összefüggi a személyépkártalanítással egyrészt, másrészt azt elfogadhatónak tartja, vagy etikusnak tartja-e, hogy a személyép ügyében esetében kártalanít az állam sok vállalkozót, akiket kárt ért, de rengeteg olyan ügy van, amikor hoppon maradnak a vállalkozók. Ez két külön kérdés. Az egyikre az a válaszom, mármint a cég, amit vezetek, annak az árbevételére, hogy az én cégem, illetve most már csak volt cégem, ami ügyvezetésem alatt van, ez a cég az elmúlt 10 évben folyamatosan működött, állandó és egyre kiterjedtebb ügyfélkörrel, és ennek a cégnek az árbevétele nagyságrendileg ez alatt az évtized alatt mintegy 200 millió forint volt. Ami pedig az én esetleges vagyongyarapodásomat illeti, arra meg azt szeretném elmondani, hogy én politikusi létem előtt és a személyép kártalanítás előtt már koromhoz képest azt gondolom, hogy megfelelő vagyonnal rendelkező ember voltam. Az én családomnak volt már azt megelőzően egy nagyobb lakása, és volt mellette 2 kisebb lakás, volt 2 kis autónk, és volt garázsunk is. Ebben nem történt érdemi változás. Ami pedig a személyép kártalanítást illeti, azt gondolom, hogy nem igazságos az, hogy csak a személyép ügyben, és ott is csak egy része kapta meg a károsultaknak a pénzt, úgyhogy én azért dolgozom, elsősorban nem mint önkormányzati képviselő, hanem mint a Liquid Control Kft. Ügyvezetője, hogy a személyép ügyben valamennyi károsult, és mellette pedig további ügyekben, például a K-Art ügy, vagy a budapesti Hérosz ügy, ugyanúgy kártalanítsa az állam egyébként a károsultakat, mert teljesen mindegy, hogy a szegedi 2-es villamosról beszélünk, vagy a budapesti műjégpályáról, vagy egyébként bármilyen más ügyről, például a Hódmezővásárhelyi ügyről, minden esetben egyenlő mércével kell az államnak mérnie, és azokban az esetekben, ahol
állami önkormányzati közreműködéssel és egyébként állami önkormányzati beruházásokon megkárosítanak vállalkozókat, ott a vállalkozókat ki kell fizetni, hiszen ezek a vállalkozók építették a városainkat, településeinket. Köszönöm. Oké. Okay.